Farkulya László Palicsi borászno szágazdálkodik kötés félholdas ültetvényén. Itt kabernét, olasz és rajnai rizlinget nevel. Egy jónak mondható ében 13-15 ezer liter bort is előállít a szőlőből. Hogy miként telelt át a tőke, azt a vincenapi meccésből állapítja meg. Megállapítjuk, hogy hogy telelt át a szőlővessző. És akkor elvágjuk a szőlő ágok, az indákat és meg a rügyeket, és megnézzük, hogyha tiszta zöld, akkor ő átvészelte eddig telet. Nem csak a vincenapi meccést végzik most a szőlészek, a pincékben is akad téli munka. Most úgy nevezik a régi öreg, hogy két karácsony közt újból felcsik, és így most már majd lehet palackozni is. Azt mondják, a jóbornak nem kell cégér, összefogás azonban annál inkább. Ezért alakult meg a Szabadkai térség legfiatalabb borászok egyesülete. A cél magában az, hogy az itteni a környékben lévő borászokat, hogy összefogjuk, és hogy közösen fejlesztjük ezt a vidéket. Más szőlészek, borászok is összefogásban gondolkodnak. Ezt a szabadkai ültetvényt Bóni László irányítja. Szerint a borturizmus, a borutak is jelentős bevételi forrás jelenthettek az itteni gazdálkodóknak. A világban a borturizmus igen magas fejlett fokon áll, nálunk viszont még a kezdet-kezdetén, és ezért tartom fontosnak az összefogást. A határ közelsége csak előnyt jelenthet az itteni termelőknek, akik a határon átívelő együttműködésben látnak szép jövőt. Szeretném azt prognosztizálni, hogy nagyon sok jó minőségű terméket tudjuk. És tájjellegű bor. Ezen kívánnak javítani a szabadkai horgosi homokvidék borászai, akik Szerbia jövendőbeli EU-s tagságával a külföldi piacon is érvényesülni kívánnak.